A mi hazánk régóta felháborítónak tartja, hogy a magyar állam és olykor a nagyobb önkormányzatok fejőstehénnek vagy bűnözőnek tekintik a személygépjármű tulajdonosokat. És a személygépjármű tulajdonosok érdekében hamarosan egy javaslatcsomagot fogunk benyújtani az országgyűléshez, amelyben az autósok terheinek szabad szemmel és jól látható mértékű csökkentését tűzzük ki célul. Meglátásunk szerint mindenképpen csökkenteni kell egyrészt a vagyonszerzési illeték mértékén, másrészt át kell tekinteni a gépjárműadó és a cégautóadó csökkentésének lehetőségeit. Aztán folytatni kell ezt a felsorolást az egyik legnagyobb terhelés jelentő üzemanyagköltségek csökkentésével. Nem lehet szó nélkül elmenni a Mi Hazánk mozgalom szerint, főleg a fővárosi kerületekben és a nagyvárosokban jellemző, sokszor már másfél-két eurós óradíjat kitevő parkolási díjak kapcsán nem lehet szó nélkül elmenni, és amellett sem, hogy például Debrecenben a város területének nagyobb részén szombaton is fizetni kell a parkolásért. Ezt egészen kivételesen gusztustalannak és felháborítónak tartjuk, mint ahogy arra is ki fognak majd terjedni a javaslataink, hogy a nem oktatónevelő célzatú, nem megelőző jellegű, hanem sokkal inkább megtorló jellegű bírságokat, főleg a gyorshajtások miatti bírságokat is mérsékelni kell, hiszen ezek gyakorlatilag a bújtatott adóbehajtás módszereivé váltak. Természetesen fontosnak tartja a Mi Hazánk mozgalom, hogy a gépjárművezetőknek be kell tartani a sebességhatárokat. Fontosnak tartjuk a balesetmentes, biztonságos közlekedést, de legalább ennyire fontos, hogy a bírságok mértéke az ne a megtorló jelleg határát is túllépje. Éppen ezért e tekintetben is haladéktalan és komoly bírság mérték csökkentése van szükség, hiszen sok esetben csekély mértékű sebesség túllépésért is több tízezeres vagy éppen százezeres nagyságrendű bírságot kell befizetni a gépjármű tulajdonosnak. Az pedig szilárd meggyőződésünk, hogy a rendőrségnek a munkaideje nagy részét nem azzal kellene töltenie, hogy sokszor orvlövész módjára 30-as tábláknál büntesse a gépjármű tulajdonosokat, akik is alig tudják már ezeket az előbb felsorolt tereket fizetni, hanem sokkal inkább a közbiztonság fenntartásában lenne szükség ezekre a rendőri erőkre. Mindezen indokoknál fogva a Mi Hazánk mozgalom fel fogja számolni, fel kívánja számolni azt a helytelen szemléletet és az ehhez kapcsolódó jogintézményeket, amelyek abban az irányban mutatnak, hogy a gépjármű tulajdonosok fejőstehenek, vagy éppen bűnözők lennének. A gépjármű tulajdonosok nem fejőstehenek, és nem bűnözők, az pedig egészen elképesztő, hogy gyakorlatilag ma már Magyarországon akár jól lakni, akár gépjárművet fenntartani luxusnak minősül, éppen ezért szükségesek ezek az intézkedések.